Míg a 3-as metró felújításának előkészítésére 635 millió forintos uniós támogatást adtak, magára a felújításra valószínűleg nem lesz uniós pénz. Úgy tűnik, egyre élesedik a vita Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter és Tarlós István főpolgármester között. A sajtóban üzengetnek egymásnak. Két napja derült ki, hogy Lázár János a vidéki beruházásokat támogatná a budapestiekkel szemben. Míg Tarlós ragaszkodik a 3-as metró körülbelül 200 milliárdos támogatását, addig Lázár villamost építene Hódmezővásárhely és Szeged között. A többség autóval és biciklivel közlekedik Hódmezővásárhelyen, de aki akar, az buszra is szállhat. A Csongrád megyei kisvárosban néhány év múlva már villamos is járhat, Szegedről. A két város közti 20 kilométert vonatsinen teszi majd meg a villamos 18 milliárd forintért. Így könnyítenék meg a körülbelül 15 ezer ingázó utazását. Csattogtak a vakuk 2011 márciusában, amikor Botka László szegedi és Lázár János, akkor még Hódmezővásárhelyi polgármester, megállapodtak a beruházásról. Két napja derült ki, hogy a villamos vonalépítése rajta van azon a listán, amire a magyar kormány támogatást kérne az Európai Uniótól. Budapest közlekedési beruházásai viszont lekerülhetnek a listáról. Például a 3-as metrói, amelyen naponta 550 ezeren utaznak. Felújítására a sorozatos műszaki hibák miatt már évek óta szükség lenne. A Közép-Magyarországi régióban, így Budapesten minden 50 forintnyi uniós támogatáshoz 50 forintot kell hozzátenni, míg hogyha ezeket a pénzeket vidéken használjuk fel, a költségvetés csak 15 forintos teher illeti. Tehát a 3-as metrót fel kell újítani, ami meglátásunk szerint azonban nem az Európai Unió által biztosított forrásokból. Csepregi Nándor helyettes államtitkár tegnap magyarázta így Lázár János döntését. A miniszter a délmagyar.hu-nak azt mondta, hogy Budapesten a közlekedési infrastruktúra elérte az európai átlagot, további fejlesztését az EU nem támogatja. Hozzátette azt is, hogy Tarlós Istvánnak lobbizni kellene Brüsszelben, mint hogy azt tette elődje Demszky Gábor. Tarlós István főpolgármester szerint azonban a miniszterelnökséget vezető miniszter téved. Budapest első embere a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott, nem vonhatók el Budapest közlekedési fejlesztési forrásai, ilyen uniós szabály nincs. Azt, hogy pontosan miből és mikor újítanák fel a 3-as metrót, vagy épül meg a Hódmezővásárhelyi villamos, illetve milyen más fejlesztések lesznek uniós pénzből, hónapok múlva derül ki. A Brüsszelnek benyújtandó végleges terv szeptemberre készül el.